Sziasztok! Ahogy az előző videómban ígértem, most a Boulevardier koktélt fogom nektek elkészíteni, ami az egyik kedvenc koktélomnak, a Negroninak egy viszkis változata gyakorlatilag. Az italt szintén Old Fashion pohárba fogom készíteni, feltöltöm jéggel. És ahogy az előző italokat, most is keverő pohárba fogom készíteni. A Negroni gin, vörös vermut és Campari keveréke, a gint fogom lecserélni Jim Beam Blackre, ami egy extra hosszan érlelt Kentucky Straight Bourbon Whisky. Mindegyik összetevőből 3 centet használunk. Jim Beam Black-et követően jöhet a Campari. És végül a vörös vermut. Az italt a megszokott módon 15-20 másodpercig kevergetjük. De a pohárból nem öntjük ki a jeget, csak a jégvizet öntjük le róla. Díszítésként szárított narancsot fogok használni, amit bárki nagyon-nagyon egyszerűen el tud készíteni otthon. Felvágjuk kis szeletekre a narancsot, utána berakjuk a sütőbe, és ilyen 90-100 fokon egy jó pár órán át addig sütjük, amíg el nem párolog belőle az összes nedvesség. Egészségetekre! Miután elkészítettétek, kérlek írjátok be akár kommentbe is, hogy melyik ízlik jobban, a ginás vagy a viszkis változat. Iratkozzatok föl a csatornámra, illetve a Jim Beam Black-et szintén a heinemann.hu weboldalról tudjátok a legkönnyebben megrendelni. A következő videóban most már ígérem, shakert is fogok használni, a viszkis szájat fogjuk elkészíteni nektek. Sziasztok!